A Schola Cantorum koncertjével és ünnepi szentmisével kezdődött meg az óbecsei Szent István napi rendezvény, utána pedig felszentelték az új kenyeret. A műsor a kultúrkör előtti színpadon folytatódott. Nagyon nagy öröm ez mindannyiunk számára, hogy itt Óbecsén, a környéken, talán a Vajdaságban az egyik legnagyobb Szent István napi ünnepséget tudjuk évről évre megtartani, ahol a környékbeli magyarok itt össze tudnak jönni, akiknek ez egy közösségépítés is, akik együtt tudnak imádkozni a kulturális műsor előtt az új kenyér megszentelésekor, és örülünk annak is, hogy itt tudnak találkozni régi és új ismerősök, barátok. Ilyenkor hazajönnek az Óbecséről elszármazottak is. Az ünnepi megnyitó után az érdeklődők megtekinthették az óbecsei Koncz Antónió, valamint a magyarországi sztárvendégek Poyák Lilla és Radics Gigi koncertjét. Az én véleményem nagyon jó, mert nagyon imádom a műsort, nagyon. Alig vártuk már, hogy legyen ilyen. Nagyon. Szép. Imádjuk. Hiányzott. Mi különben itt lakunk a szomszéd Csábi, itt vagyunk mindig. Itt vagyunk. Az anakákkal. Kijövök, és látom, hogy van még, hála Istennek, elég sok fiatal kisgyerekekkel, és ez sokat jelent. Ez a legfőbb, hogy még vagyunk. A mára tervezett főzőverseny és a gyermekprogramok az időjárás miatt elmaradtak.